kemény szél fúj, lángra kap a szikra. Vigyázzatok a házaitokra. Hát, ha mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Petőfi Sándor Kemény szél fúj című versének részletével köszöntöm kedves nézőinket 586. adásunk kezdetén, amikor nemzetünk a világ minden táján lázasan készül a március 15-i ünnepségre, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire való megemlékezésre. Itt környékünkön is több helyszínen rendeznek ünnepi műsort. Mai adásunk első mellékletében mi is foglalkozunk röviden az eseményekkel, amelyekben a tavalyi ünnepi műsor részleteit idézzük fel. Beszámolunk még a Hertelendi Falvi Református Imaházban megtartott ekumenikus világi manapról is, amelyet az idén az egyiptomi nőtestvérek állítottak össze, és ezáltal közelebb varázsolták az ott élő nemzetek életmódját, de az ország természetes szépségeibe is betekintést nyerhettünk. Természetszerűen az előző hét fontosabb eseményeiről is tudósítjuk nézőinket. Ez év március 8-án, szombaton délelőtt a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben tartották meg a Délbánati Magyar Művelődési Egyesületek szemléinek előkészítő gyűlését, amelyen néhány egyesület kivételével minden délbánáti magyar művelődési egyesület képviseltette magát. A jelenlevők felvázolták a szemle arculatát, ami lényegében marad a régi, csak a helyszínhez módosulnak az események. Tehát a Délbánáti Magyar Művelődési Egyesületek 25. szemléjét ez év május 24-én tartják meg Pancsován a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület szervezésében. A tanácskozás témája az értékeink számbavétele, amelyhez a vitaindítót Erdei Ernő írja meg. A cél feltérképezni és számba venni a délbánáti magyarság szellemi és tárgyi hagyatékát településenként. Ezen kívül tartalmas véleménycserére is sor került a mindennapi közösségi gondokról. A gyűlés kötetlen társalgással és ebéddel ért véget. Székely Kevin március 7-én és 8-án a művelődési otthon termében idén is megszervezték a virágkiállítást, amely már több mint 10 éves hagyománynak számít így március elején. A szervezők ifjú virágkedvelő hölgyek voltak, akik szabadidejükben virágtenyésztéssel foglalkoznak. Az idei rendezvényen 18 kiállító vett részt virág- és kézműves termékeikkel. A két nap folyamán sok székelykevei és más településről érkezett látogató is megtekintette a szemedgyönyörködtető kiállítást, ám a gazdasági helyzet erre a rendezvényre is rányomta bélyegét, mert nemigen lehetett értékesíteni a kiállított tárgyakat. Ennek ellenére is a szervezők folytatni kívánják az évtizedes falusi hagyományos, tavaszt csalogató eseményt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is volt. Nemzetünk több kiemelkedő alakjának neve szinte egybefort a szabadságharccal és forradalommal, úgy mint Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Bem József, Görgei Artúr. Az évenkénti megemlékezéseken elhangzanak neveik, róluk és kortársaikról szólnak ilyenkor a méltatások. Mai adásunkban az ünnepre készülve a múlt évi Hertelendi falvi megemlékezést idézzük fel egy rövid részlettel. Bye.
A március Petőfi hónap. Ha süt a nap, ha fú a szél, ő ragyog itt a napsütésben, s a szél szavába ő beszél, s ha égzengéssel, villámfényvel rántor a tavaszi vihar, mint a szélvész kürszavába harsogna a nemzeti dal. Nincs március Petőfi nélkül, e kettő egy, száz éve már. Az ő szemével látjuk, hogyha madárka bokorra száll, fülével halljuk rebbenését, s azt is, mikor a bősz folyam, vagy egy rabnév láncát letépte, a szabadság felé roham. Nincs március Petőfi nélkül, ő költötte el hónapot, s olyanná lett, mint amilyennek az ő lantján fogantatott. Eszmékkel terhes, forradalmi tettekre érett lángoló, dala úgy szállt a nép szívébe, s úgy gyújtotta meg, mint egy lángfolyó. Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell halni, nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsüllete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó nagy híréhez. Mit ránkentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Most szép lenni katonának, mert kosútnak, mert rólának, kosút bajos nem lett volna, katona se lettem volna, éjjel a nemzet. Kosút bajos nem lett volna, katona se lettem volna, Idén a Verseci Petőfi Sándor Kultúregyesületben március 9-én tartottak ünnepi megemlékező műsort az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Alkalmi műsorral felvezetőként a romániai Resica bányáról érkezett Platánusz Magyar Kulturális Egyesület 12 fős hóvirág dalosköre mutatkozott be, majd a Házigazdák Egyesült Anyanyelvápoló és Drámai Szakcsoportja, illetve kórusa lépett színre, Babinski Imre hangszeres kíséretében. A korábbi esztendőkben újraélesztett jószomszédi viszonyok ápolását és erősítését hivatott gesztussal az eseményt a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke Ranc Emil is megtisztelte jelenlétével.
Március elején minden évben szerte a világon a keresztények megtartják az ökuménikus világima napot. Így volt ez az idén is, március első péntekén Hertelendi falván, a református egyház gyülekezeti termében, ahol a református és katolikus hívek gyűltek össze közös imádságra és éneklésre. A 2014-es év világima nap programját az egyiptomi keresztény nők állították össze. Éltető forrás a pusztában. Ez volt a címe az idei liturgiának, melyben megelevenedtek az egyiptomi bibliai történetek, de betekintést nyerhettünk a ma ott élő nők, és főleg a keresztények nehéz helyzetébe, amiért a felolvasott imádságok is elhangzottak. A jelenlevő református és katolikus testvérek énekekkel tették meghatóbbá az együttlétet. A világima nap egyiptomi női bizottságának az országban uralkodó zűrzavaros helyzet miatt igazi kihívást jelentett a liturgia összeállítása, melyben komolyan keresték az Úr vezetését. Monsignor Fischer János pancsovai plébános is megtisztelte jelenlétével az ünnepet. A liturgia végén szólt az egybegyűltekhez és áldást mondott. Észak-Egyiptom volt a világ élős kamrája, Alexandriából ment az egész búza kereskedelem, most kicsit furcsán hangzik, de akkoriban Európában búzát úgy hozták Észak-Afrikából, és Alexandria volt a világ egyik legnagyobb kereskedelmi városa és kikötője, és itt már gyökeret a kereszténység saját tradíciójával, elsősorban a kopt liturgiával. Ma, ha nézzük Egyiptomot, egy szenvedő ország, ahol mindössze 12%-a keresztény, de ha azt mondom, hogy többen vannak, mint Szerbiának lakósa, körülbelül, mint Magyarországnak, ahány lakosa van, ott annyi keresztény van,
túlnyomó, ahol több mint fele kópt, többiek minden más szertartásból és felekezetből. De kell tudjuk azt, hogy azok közé, a keresztények közé tartoznak 2011-től, akik a világon a legüldözöttebbek. Azelőtt is volt üldözés, perfid módon például a kópt ortodox pátriárka, soha nem lehetett tudni, minden éjjel másik manasztériumban éjszakázott, mert egyszerűen zavarta őket, de most a kópt keresztényeket függetlenül melyik felekezethez tartoznak, üldözöttek. És ez az imaóra szolgáljon arra, hogy lélekben egyesüljünk azokkal, akik üldözöttek, akik épp olyan kisebbségben vannak, mint mi is, akik érezzük azt, hogy a kisebbségi sors nehéz, ha nincs is az ember üldözve, mert üldözi a kisebbségi sors, de lélekben egyesüljünk azzal a 9,5-10 millió keresztényel Egyiptomban, akik fizikailag is üldözve vannak, munkájukat, vagyonukat vesztik el, ahol a keresztény templomokat rombolják. És látjuk, hogy milyen szeretettel állították össze az egyiptomi nők ezt a szöveget. Lélekben egyesülve velük, törekedjünk arra, hogy más napokon is eszünkbe jussanak azok, akik Egyiptomban megvallják a Krisztusba, a háromszemélyű egyistenbe való hitüket, akik kitartanak és nem menekülnek el, hanem ott maradnak és ott tesznek tanúságot. És szolgáljon nekünk például, hogy mi is itt kell maradjunk és itt kell tanúságot tegyünk. És ebben áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, aki megteremtett, a Fiú, aki megváltott, és a vigasztaló Szentlélek pedig vigasztalja meg az egyiptomi keresztényeket, és minden keresztényt ezen a világon, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az utóbbi időben már hagyományossá vált, hogy a liturgiát készítő országból kivetített képeket láthatnak a megjelent hívek. Ezeket most mi is bemutatjuk egyiptomi zene mellett. Yeah.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Amint már adásunk elején elmondtuk, felhívjuk nézőink figyelmét a délbánáti március 15-i ünnepségekre. A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben március 14-én pénteken este 7:30-kor tartják meg a Hertelendi Falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesülettel közösen az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra való megemlékezést, Kevevárán március 15-én 18 órai kezdettel a helyi plébánia termében tartják meg ünnepségüket, míg Székelykevén egy héttel később, március 22-én a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervez ünnepi műsort az ifjúsági otthon termében. Minden alkalomra szeretettel hívják és várják a közönséget. Mai műsorunkat szombaton reggel 7:30-kor megismételjük. Következő adásunkkal mához egy hétre, csütörtökön este 7:30 után jelentkezünk. Kívánok további kellemes időtöltést, a viszontlátásra!